sportosat. Híradónk vendége Nagy Ernő, a magyar judó válogatott egykori szövetségi kapitánya. Szervusz, üdvözöllek! Az elmúlt hétvégén rendezték itt Budapesten a Papp László sportarénában a Mesterek tornáját, ahol 22 felnőtt magyar judoka is a tatamira lépett. A 22 magyar versenyző egy ötödik és egy hetedik helyet szerzett összesen. Ez azt jelenti, hogy már nem vagyunk a judó sport mesterei? Dehogy nem. Szervusz Józsi, és köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő, és köszöntöm a nézőket is. De mesterei vagyunk, sőt, én nagyon büszke vagyok, és nagyon, nagyon elszánt annak tekintetében, hogy hozzam az élsportunknak a jó hírét, hiszen egy útnak az egyik epizódja volt ez a mostani hétvége. Ez nyilván külön kell értékelni szakemberként és külön rajongóként is ennek az eredményességét vagy eredménytelenségét. Én nagyon élveztem a versenyt, én kimentem, megtekintettem, megnéztem, hogy hogyan állnak most a fiatalok, ha már az elmúlt 20 évben eltávolodtam az élsportnak ezen szintjéről, bár távolról mindig is követtem, hiszen egy szenvedély volt annak idején is, egy mánia, egy hatalmas ambícióval végzett munka, hiszem azt, hogy tudtam akkor is segíteni a versenyzőknek, és én látom azokat a földési volumeneket, ami alapján azt mondhatjuk, hogy ne írjuk le ezt a mostani hétvégét. Uh-huh. Azért a 5. és a 7. helyre először is legyünk nagyon büszkék. Ugye Pupréka 52 kilóban, 5. és Vég Zsombor 100 kilóban lett 7. Így van. Ennyi. Nincs érem. Nincs érem. Ugye láttuk már a statisztikákat, én csak ismételni tudom, hogy gyakorlatilag 5 földrészről 41 néhány ország képviseltette magát. Úgy is emlegette a média, hogy gyakorlatilag ez egy mini világbajnokság volt. Én is azt gondolom, hogy ennél erősebb mezőnyt nagyon nehezen lehetne összerendezni, de hát a sors hozta ezt, hiszen jövőben olimpiát rendeznek Párizsban, két éves versenyidőszak van, a versenyidőszak áll a versenyzők rendelkezésére, hogy kvalifikálják magukat, ennek most a fél idejénél tartunk. Ezért is érdemes beszélni az eredményekről, az eddigiekről is, nem csak a hétvégéről, érdemes beszélni a jövő lehetőségéről, ezért mondom azt, hogy én bizakodó vagyok. Tehát jó úton járunk? Én azt gondolom, hogy végezzük a munkát, ennek a munkának a szakemberek és a versenyzők eljutottságán révén lesz eredménye majd, uh-huh. De hát ugye az a cságáns, az küzdősport és a szabályrendszer és maga a küzdősport jellegéből adódóan nagyon nehéz jósolni. Én azt gondolom, hogy ezek a versenyzők, akik nagyon tehetséges, és bízhatunk bennük, és bízhatunk az edzőkben, és elvégzik azt a munkát, és elvégzik a feladatukat, akkor azért szép eredményekbe reménykedhetünk az olimpián is, de először jussanak ki a versenyzők. Úgy néz ki, azzal nem lesz gond, azért 5-6 magyar versenyzőt lesz. Igen, latolgattam én is, 6-7 főben gondolkodtam, nyilván én optimistán vagyok. És ugye az objektív, ugye a média részéről, ugye, ahogy Józsi, ahogy mondod, persze természetesen a 6 főről is elégedett lennék, legyen neked is igazad. És abból egy érem van, az már tökéletes? Csak hol az érem? És itt is pont a hiányoltuk, hogy hol van az egy érem? Hol van Tóth Krisztiántól az érem? Vagy éppen az Ungváritól, hol van? Tehát valakinek hoznia kellett volna egy érmet, egy bronz, az már, akkor azt lehet mondani, hogy jól szerepeltünk. Tehát érted? Tehát ahol 22 felnőtt magyar válogatott versenyző elindul, azért ott illik, főleg hazai pályán, legalább egy bronzérmet begyűjteni. 22 versenyzőből. Az eredményességnek ezt a szintjét szerintem a pillanat drámája dönti el. Mm-hmm. Ezek a versenyzők nyilván nem felejtettek el cságáncsozni, az elmúlt hetekben, hónapokban és években számtalan alkalommal tették le a névjegyüket. Ezek a versenyzők tudnak cságáncsozni, jelentem, és az akaratukkal, az ambíciókkal sincsen baj. Helyén kell kezelni ezt a dolgot, azt gondolom. A súlycsoportonként a világ legjobb 36 mestere. A világ legjobb 36 legmagasabb szinten kvalifikált sportolója lépett, amire a súlycsoportonként. Azért is mondtam, hogy nehezebb, mint egy világbajnokság, vagy mint egy olimpia, mert ezekben a rangsort állítja fel, az azt jelenti, hogy mondjuk 3 japán is versenyre állt, szőnyegre állt egy súlycsoportban, amiből egy is elég igazából. Egy olimpián vagy egy világbajnokságon, most 3 is látjuk, a grúzoknak is a menetelését nem volt semmi, látszik, hogy micsoda rivalizálás van. Mm. És akkor itt szeretnék kitekinteni, de a mi sportági gyengeségünk inkább az, hogy súlycsoportonként nem rendelkezünk annyi versenyzővel, ahol a rivalizálás tenni egészségesen a dolgát. A külföldi példának látjuk, a külföldi példával látjuk ennek az esélyét, hogy ez milyen rengeteget számít. Hát igen. Annak idején még a Moravec idejében azért megvolt, hogy legalább 2 ott voltak egy súlycsoportban.
hogy ki legyen az a válogatott versenyző. Igen. Vagy még előtte. Mondhatnék példát, például Hajtós Bertalan, Nagy Ernő. Köszönöm. Szerencsés időszakot éltünk. Emlékszel erre? Hogy nem emlékszem, és ott volt még Deák Ferenc is, az első csoportban, két Európa bajnok is volt. Volt nekem is bajom szépen. Most nem rendelkezünk sajnos ezekkel a lehetőségekkel. Ennek több oka is lehet, hogy ott változott a világ, az élsport borzasztóan szágult. Ez egy vándorciklus gyakorlatilag. A látványsportok világába került a Cselgáncs is. Gyakorlatilag a elüzleti esedet, bestiesen szóval. Ez már mennyire a te dzsúdód tulajdonképpen, ami most láthatunk a tatamin? Féltem ettől a kérdést, Józsi. Hát igen, szóval a maga dzsúdó is megváltozott. Nekem ez nem tetszik. Én nem ezt szerettem meg annó annak idején. A rajongóként nekem sem tetszik az irány, szakemberként pedig nyilván látom benne a rációt. Látom azt, hogy a döntéshozók azok a látványsport kategóriában akarják tartani a cselgáncsot, és minden okuk erre megvan, hiszen a világ egyik legnépszerűbb sportága a cselgáncs. Azt hiszem, hogy 3x6 kategóriába sorolták a népszerűségét, és az első 6-os csoportban van a cselgáncs. Hát ugye Franciaországban 1 millió cselgáncsozót tartanak számon, Magyarországon még a rajongó szülők együtt is jó eléri a 10 000-et. Na most ez nem ugyanaz a merítési bázis. És azért azt mondom, hogy az adottságok, a képességek, a született képességek az így determinálnak. Jó, mindig most elkonyarodtunk egy kicsit a sportáktól, hogy most köszönöm. Ez a judó most mennyire a te régi judó is? Időszakonként van lehetőségem rátekinteni, hát a Magyar Judo Szövetség rendkívül jól menedzseli a cselgáncsot a nemzetközi palettán olyan értelemben, hogy a versenyrendezések. Tehát világbajnokságokat rendeztünk, Európa bajnokságokat. Ez a mostani judó, akkor kérdezett neked, mennyire feküdne? Nem feküdne. Nem feküdne a... Pedig te egy nagyon ismert, jó technikás judósnak tartott téged számon a szakma. Köszönöm, ez idő után is jól esik, ennyi idő után is, hiszen emlékeztek rám. Ez nagyszerű érzés, ugyanakkor tényleg én is olyan furcsán tekintem az új versenyszabályokat. Hát rengeteg taktikai ellen megszűnt, avval, hogy nagyon striktek lettek, nagyon szigorúak lettek a versenyszabályok. A bírók rendkívül nagy dominanciával tudják befolyásolni a mérkőzésnek a kimenetelét. Uh-huh. Ez nem egészséges. Én szerintem ezt a versenyzőkre kellene bízni, az ő ügyességükre, rátermettségükre. Túl nagy szerep van a bírókon, én azt gondolom. Illetve a szabályokat is úgy változtatták meg, hogy nagyobb lett a judoruha például. A fogások, a Bíró Tamás edző kollégám, mesteredző, tegnap beszélgettünk, és azt mondta, hogy szabad fogású cselgáncs, amit most látunk. Ezért kérdeztem. Akkor tudod te, hogy nekem ezért van bajom, ez már nem az a judo. Ez már... Na, adjanak egy más nevet neki, de ez nem ha az. Ha rajongok, én tésztem, akkor azt mondtam, hogy kicsit unalmassá vált számomra. Nem tudom, hogy mennyire hosszad a véleményem. A statisztikák azt mondhatják, hogy akciódúsabb lett. Több az ipon, de hát most már csak ipon van és vazerét. A számokkal, amit tudjuk, lehet játszani. Ha akarom, úgy játszom, hogy jót mutasson, attól függ, mit akarok. Tehát ennek a statisztikának semmi alapja nincs igazából, ennek nem szabad bedőlni, mert csak tőlem függ, hogy éppen melyik oldalát akarom megmutatni. Így van? Ugye a döntéseknek az volt a hátrébb, hogy a világ számára érthetőbbé tegyék. Ugye ez egy japán eredetű küzdősport, a maga letisztult szabályrendszerről is viszonylag bonyolultnak tűnt kívülről. Én ezt nem értettem, mert én mindig belül voltam gyerekkoromtól fogva, ezt nehéz megítélni. Nekem nagyon tetszett, hogy egy dobásnak kisebb, nagyobb vagy még nagyobb íve van, akkor az 3 kategóriába esik. Most minden dobás ugyanabban a kategóriába esik. Ha valaki csak térdre esik, kicsit botlik, már vazalit kap az elkövetője. Ha hatalmas íve van, de egy picit nem tökéletes, ugyanazt jelenti. Igen. Ez nekem, ez bánt nyilvánvalóan. Tehát azért mondom, inkább arról beszélj, hogy te mindig Honvédben judoztál? Először Spartakusz voltam, és a katonáság után a Honvédben folytattam Hajtós Berci mellett, igen. Mikor is hagytad abba? Köszöntél el a magyar judósporttól? Hát versenyzőként 1987-ben, utána természetesen maradtam még a Honvédnál szakosztály, utánpótlás szakág vezető voltam, sportiskola rendszer dolgoztunk ki, utánpótlás nevésben sokat dolgoztam, utána lettem junior keretedző. Gyakorlatilag 95-ig voltam klubszinten, 95-től már szövetségi szinten dolgoztam junior keretedzőként, aztán 2000-től szövetségi kapitányként. És az Athéni olimpia előtt 2 hónappal fejeztem be. Isten, abba hagytad, elköszönti végleg a judótól? Úgy éreztem, hogy nem tudok többet adni. Utánpótlás
nevelésben mindent kiadtam magamból, ez életem egyik legszebb időszaka volt, nagyon sokat köszönhetek neki, a mai világ, mai életemben is rengeteget merítek, akár az üzleti életre tekintek, akár a hétköznap a családom életében, mindig visszanyúlok a sportra, amit ott tanultam, az neveleimtől, az edzőimtől, a sportársaimtól, a helyzetektől, az öltözői szociológiától. Rendkívül sokat köszönhetek neki, így van. Mi történt, hogy mégis így hátra tudtál fordítani a szeretett sportágadnak? Valaminek történnie kellett, valami drámának? Az én szempontom ott dráma volt alapvetően. Ugye említetted, hogy azt gondolom, hogy viszonylag jól ment a versenyzés, és a Balatonban is előkelő helyet töltöttem be sok éven keresztül Hajtós Berci felkészítő partnereként, riválisaként és a súlycsoport második embereként. Ez nagyon megtisztelő volt, és ez nagyon ambícióm szerint volt. Azonban, hogy múltak az évek, rájöttem, hogy egy olyan világklasszis versenyzővel állok mindig szemben, eredetesen Hajtós Bercivel, akit nem fogok soha megelőzni, ő mindig teljesített. Úgyhogy viszonylag korán döntöttem úgy, hogy én az élsportot abba hagyom. Bercnek már nem tudtam többet segíteni, felkészítő partnerként sem, riválisként sem és barátként sem. És az utánpótlás nevelésbe próbáltam pótolni azokat az ambíciókat, amit én sportolóként, versenyzőként nem tudtam. Szerintem ez jó döntés volt. Azt gondolom, hogy hogy a nemzeti lattanterv részeként a küzdősport az iskolában fejezetekben nagyon szépen teljesítettem, hiszen a kerettanterv egyik kidolgozója lehettem. Ezzel kapcsolatban úgy érzem, hogy sokat tettem a sportágamért. Az utánpótlás nevelés az a mai napig abból a bázisból él, amit akkor edző kollégáimmal megteremtettünk, és a sportágat népszerűsítettük, erre nagyon büszke voltam. Természetesen ott kifutotta magát az ív, gyakorlatilag tovább kellett lépnem, hiszen az ambícióim tovább vittek, ezért kerültem újra az élsportban. Már edzőként, már menedzserként, így lettem szövetségi kapitány. Egy rendkívül értékes időszaka volt az életemnek. Aztán eljött az idő, mikor arra döbbentem rá, hogy ez már nem arról szól. Nem feltétlenül arról szól, amit én gondoltam az álmaimban. Ez az, hogy az olimpia előtt leváltottak? Nem váltottak le, egy más feladatkört akartak nekem adni. Ez nem ugyanaz? Nem, maradhattam volna, hiszen a szerződésem az arról szólt, hogy az olimpiáig és az olimpia után időszakban elszámolunk, és akkor meglátjuk, hogy az eredményességet, vagy az eredménytelenséget. Abban az időben a Cselgáncs is, mint minden más jó jegyzett élsport elüzletésedett. Rengeteg pénz került a rendszerben. Az olimpiai életjáradék, a nyugdíjak, mind-mind. És akkor ment a belső harc, hogy ki kapjon majd belőle? Nagyon, és minél többet. És a másik minél kevesebbet. És én azt gondoltam, hogy... És téged ez megviselt? Én azt gondolom, hogy a sport az másról szól, az élsport is másról szól. Nagyon neves élsportolók úgy nyilatkoztak számos alkalommal, hogy a döntő pillanatokban legyen az cselgáncs, vagy tenisz, vagy futball, hogyha valakinek abban a döntő pillanatban és momentumban azon jár az esze, a gondolata, hogy ha az jól sikerül, akkor ebből nekem mennyi pénzem lesz, akkor általában az a mozdulat, az a gól, az az ütés, az nem valósul meg, nem jön be. Ez olyan belső emóció kell ahhoz, a kifogástalan és tökéletes teljesítményhez, a pénzhez ez nem lehet köze. És itt közeled. Akkor ennyi a sportágnak, hogyha már ez így elüzletes édet, akkor neked ebből neked nem kell semmi. Nem kell semmi, mert én nem azért lettem edző, én azt gondoltam, hogy ez mind a versenyzőkről szól. És egy olyan közegbe találtam magam, ahol legkevésbé a versenyzőről szólt. Kivel volt a legnagyobb harcod? Nem ítélem el őket, hiszen a klubedzők, a nevelőedzők azok fantasztikus eredményt produkálnak, amíg a versenyzőt eljuttatják az élsport küszöbére. Azonban a gólt belőni, az egy külön menedzsment, egy csapatmunka kell. Nekem ebbe volt részem és megbízatásom. Jelentem, odaálltunk a gólvonalhoz, be kellett volna rúgni a gólt, és akkor mindenki elkezdett számolni, hogy ez kinek mennyi pénzt jelent. Premizálásban, jutalomban, életjáradékban. És valahogy a Magyar Judo Szövetség akkori, és jelenleg is legnagyobb a vezetése, akkor talán azt gondolom, hogy etikájában és a morál tekintetében nem állt a helyzet magaslatán, és könnyen engedett. Ez egy demokratikus szervezetként működött, és egy demokratikus szervezetben is, hát hogy is mondjam, mindig az érvek mentén azért dőlnek el dolgok, és ilyen értelemben a számítás az olyan helyzetek indultak, amikor az indultak el, amire azt gondoltam, hogy nem szeretnék a részese lenni, mert a versenyzők eredményessége a tét,
az olimpiai eszmerendszer, az olimpiai felkészülés és annak az eredményessége a tét. Ebben nem akartam részt venni, és akkor azt gondoltam, hogy hát ők ennyire jól tudják, akkor mutassák meg. És miért nem akartál klubedzőként a Honvédban? Csak úgy ott dolgozni, vagy már elmenni vidékre egy másik kis klubhoz, távol a főváros Zajától? Ugyanakkor 40 éves voltam, nekem el kellett döntenem azt, hogy a következő évek, évtizedekre mit jelent nekem ambícióban a magyar sporttal és a magyar élsporttal foglalkozni. Nyilván az élsportnak ezen szintjén kiábrándultam. Az utánpótlás nevelés az rengeteg jó lehetőséget tartogatott még számomra. De ugyanakkor mindig is nem akartam, hogy látszódjon rajtam, hogy megsérültem ezekben a helyzetekben. Nem akartam sértődött vezető lenni, aki majd valamikor törleszt. Nem akartam, hogy ez látszódjon rajtam. És még valamit nem akartam. Számos olyan példát láttam magam előtt, ami a... világosan tudtam definiálni a megélhetési sportvezető, a megélhetési edzőnek a definíció az előttem abszolút világos volt. És én azt gondoltam, hogy ha én csak azért maradok a sportban, hogy megélhessek belőle, és előbb-utóbb úgy járok, mint az a tanár, aki már nem szereti a diákot, de pénzért tanít. Ezt a sportban ez hiteltelenség és őszintétlenség lenne. Ez vállalhatatlan volt számomra. És 40 évesen el kellett döntenem, hogy megélhetési sportvezető edző leszek-e vagy sem. És úgy döntöttem, hogy akkor az élet más területén próbálom ki magam, és azokat az ambíciókat, vagy azt a hitet, amit a sportba beletettem, azt esetleg az üzleti életbe tudom kamatoztatni. És ha lesz lehetőség, akkor majd visszasegítem a sportolókat. Vagy ha visszahívnak, akkor majd jövök. Hívtak? Nem. Soha? Soha. Mi ennek a magyarázata? Az életben tovább, és jöttek új ambíciók, és újabb lehetőségek, és ugye... Jó, jó, életi... de attól még hívhattak volna téged. Nem számítottam erre a kérdésre. Nem foglalkoztatott, már csak azért sem, mert én letisztáztam magam veszthelyzetet, én megtettem mindent, amit megtettem. Nyilván lett volna helyem, és nem is kellett volna sokat menni ezért, hiszen én azt gondolom, hogy egy elfogadott sportvezető voltam, és elfogadott versenyző és edző is abban az időszakban. Hát emlékszem rá, voltak olyan időszakok, amikor ment, hogy most ki legyen a férfiak kapitány, a Páncél Gábor, de akkor hát nem nagyon akarta mindenki. Tehát voltak időszak, amikor lehetett volna úgymond előhúzni téged, de ezek szerint akkor soha semmikor nem merült fel a neved. Semmilyen esetben sem. Pedig voltak ilyen időszakok, aztán utána a Páncél Gábornál ugye kikerekedett, a történet jó lett, aztán ugye most valószínűleg az én esetemből rengetegen tanultak, és ennek a hatása azért egy-két olimpiai ciklusra rányomta a bélyegét gyakorlatilag a következő évtizedben. Gondolom azok a sportvezetők is tanultak belőle, aki az esetemből. Nem akart senki így járni. Én azt gondoltam, hogy egy új szellemi szakmai vezetést próbáltam létrehozni. De úgy látszik, hogy egy ilyen szervezetben, ahol az egyéni ambíciók máshogy is megnyilvánulnak, és más számít, annak itt nem volt létjogosultsága. Én nem kellhettem, mert én őszintén hittem a versenyzőkben, és őszintén hittem, hogy a versenyző a lehető legfontosabb. A mi küldetésünk edzőknek abban van, hogyha a versenyző kifutja a karrierívét és a pályafutását. Más típusú egók is vannak. Az én küldetésem ez nem félre meg mellettük. Van neked otthon judó ruhád? Még mindegyik megvan. Mikor volt rajtad utoljára judó ruha? A volt versenyzőim évente tartanak összetartást, akik mint egy 10 éve fiatalabbak nálam, de hát már ők is 50 felé menetelnek. Minden évben nagyon megtisztelő, meghívnak egy közös edzésre. Minden évben egyszer veszek föl judó ruhát. Hogy komolyabban mikor volt rajtam, aztán volt egy szenior világbajnokság ezelőtt 7 évvel. Akkor kaptam egy felkérést. Akkor kaptam egy felkérést a szenior judó válogatott vezetői részéről, hogy mint volt szövetségi kapitány egy hazai rendezésű szenior világbajnokságon, ugyan induljak már emel, mert ők úgy érzik, hogy ez emelni a színvonalát. Megtisztelő volt, mondtam is nekik, hogy nagyon félek a sérülés veszélytől, mert azért én éreztem a fejemben még minden benne van, minden mozdulat. Csak viszont nem biztos, hogy ízületed meg a... A test az már nem biztos, hogy úgy akarja, úgyhogy féltem a sérüléstől.
mondtam nekik, hogy részt veszek az edzéseken, hogyha ez egy kicsit a morálba és a közhangulatba, a közösség hangulatának jót tesz. Én szerintem ez egy nagyon helyes időszak volt, nagyon helyes emlék, és szépen emlékszek vissza. Szerintem tudtam de is segíteni. De versenyezni nem akartál. Nem akartam, de azt mondtam, hogy ha sikerül az edzéseken túl lennem, és nem sérülök meg, akkor indulok egy versenyen. Hát a Büki Péter azóta is indul a versenyeken, szegyor világbajnokságokon. Nem szabad abba hagyni, Józsi, nem szabad abba hagyni. Ő nem hagyta abba, aztán nem lehet, hogy ezért tudja még mindig eredményesen csinálni. De aztán úgy tűnt, hogy lett egy nyílt országos bajnokság, egy nemzetközi verseny, azon elindultam, azt meg is nyertem a súlycsoportban, és akkor azt mondtam a Flóri Miklós úrnak, hogy akkor elindulok a VB-n, el is indultam. Hetedik lettem, ez számomra nem volt annyira sikeres, hiszen nagyon jól meneteltem. A régi versenyzőtársakkal találkoztam, mint egy 20-30 év után. Ez nagyon felemelő érzés volt, volt tanítványom, a családom jött ki szurkolni. Szépen meneteltem, és orosz versenyzőt sikerült legyőznöm. Aztán egy olyan angol versenyzőtől kikaptam, akitől bizony nem lett volna szabad, és ott már elvesztettem a fonalat, el is fáradtam nagyon. Úgyhogy végül is a harmadik hely előtti visszamérkőzésen ott kikaptam ettől az angol versenyzőtől, ezért csak hetedik lettem. Jó, akkor azért volt időként rajta judóra, csak erre voltam kíváncsi. Volt. Nem, hát ez egy életforma. Lehet tudni, hogy mi váltotta a judó sportot? Mibe vágtál bele? Alaposan mérlegeltem, hogy a meglévő képességeim, ambícióim azok milyen, olyan az üzleti szférának melyik olyan szintjére vihetnek el, amiből szintén ki tudok teljesedni. Mert azért, ahogy említettem a riportalain, azért mindig visszanyúlok a sporthoz, és azokat a cselekedek, azok az ambíciók, amik ott voltak, azokat hogyan tudom átültetni a civil életben. Én azt gondoltam, hogy a sporton kívül nincs is élet. De aztán meg kellett próbálnom ezt 40 évesen. Mm-hmm. Én azt hiszem, hogy jól döntöttem, mert a üzleti élet felé indultam el. Építettem szervezetet, egy szolgáltató céget hoztam létre. Nagyon büszke voltam rá, több mint 500 alkalmazottam lett 18 év után, és egy elég jelentős piaci szereplővé vált, amire nagyon büszke voltam. Hát minden olyan ambícióm, ami a sportban nem valósult meg, és elvitt, azt itt sikerült. Teljesedtél? Én azt gondolom, hogy igen, ez nekem így kerek történet. Úgy, ilyen kerek a mai beszélgetés, mert mindjárt lejár sajnos az időnk, hogy visszakanyarodunk a Mesterek tornájára. 22 válogatottból csak kettő volt honvédos versenyző, két hölgy. Mi a gond a honvéddal? Mert valamikor nem így nézett ki egy válogatott. Nem. Nincs pontos információ, megmondom őszintén. Az biztos, hogy látva a honvédnak az elő, nem kell a honvédre aggódni. Egészen kiváló szakemberek és edzők dolgoznak, valószínű generációváltás volt a honvéd házatáján, ahogy ezt szokták mondani pestiesen. De ez nagyon csúnya szám volt, hogy két hölgy összvisz képviseli a honvédot a magyar válogatottba, a bővebb válogatott keretbe. Én másképp közelíteném meg. Jó, én így. A Mesterek tornájára minden súlycsoportban a világ legjobb 36 versenyzőjét hívták. Nincs ott honvédos férfi versenyző. Volt, és lesz is. Én türelmet szeretnék kérni. Hát én bízom benne, én ahogy ismerem az utánpontást. Mert régen nem így nézett ki, így van? Régen nem így nézett ki. Most akkor a honvéd most már nem nagy judó szakosztály? Mert eddig azt hittem, hogy az. A honvéd az egyik legeredményesebb magyar judó szakosztály. Na de akkor hol vannak a fiúk? Utánpótlás nevelésben egészen élen járnak. Az oké, na de felnőtt. Hol vannak? Nem tudom, Józsi. Ez nálad nem előfordulhatott tudom. Volna? Te vagy a judó szakosztály vezetője? Nem látok bele az ő hétköznapjaikban és a sportág, a nevelési koncepciójukban. Én azt gondolom, hogyha tudomásul vasztok, hogy az olimpia az egy rendkívüli helyzet. Az arra való felkészülés és kijutás az is egy rendkívüli helyzet. Az nem úgy adatik meg, hogy egyszer csak a honvéd azt mondja, hogy most delegálok ide versenyzőt. Persze, egyértelmű. Ezek kiválasztódnak. Így van. Na, de miért gondolom, nincs, hogy kiválasztak? Én azt gondolom, hogy rendkívül jó versenyzők vannak a honvédban is. Ha onnan vizsgáljuk, hogy a világ legjobb 36 judósa között van egy jegyzett honvédos élsportoló, akkor ebben a pillanatban azt kell mondanom, hogy most nincs. Hiszen akkor ott tettek volna a tatamin. Nézted egyébként ilyen szemmel, hogy honvédosok hol vannak? Vagy? Csak azért, mert ugye honvédos voltál végül is. Igen, honvédos voltam, meg Sparis is, meg válogatott is. És az jó. Én egyre most nem a honvéd szempontjából nézem, hiszen ez egy nagyon szűk közösségé vált. Igen. Tehát a hazai judó és sportpalett az egy nagyon szűk közösség, igen, aki ezen a szinten labdába tud rúgni. Nagyon-nagyon megtisztelő. Tehát
az a sok-sok millió ember közül kiválasztódik egy olimpiára 20 vagy 30 ember, vagy az, hogy egy országból, ahol mondjuk 3500 igazolt versenyző van, és abból az egyik klub nem tud kiállítani ide versenyzőt, az nem azt jelenti, hogy baj van. Igen. Az azt jelenti, hogy nincs meg az a talentum abban a pillanatban. Egy kérdés, egy rövid válasz, sajnos véget ért ez időnk. Most, hogy kint voltál Mesterek tornáján, most egy kicsit úgy belecsöppentél a magyar judó életbe. A sikeres üzleti vállalkozásodat ugye eladtad. Ha most megkeresnének, akár a szövetségből, beleadnád a derekadat? Egészen biztosan, hogy nem. Egészen biztosan nem. Ahogy említettem, volt a Magyar Judo Szövetségnek a vezetősége gyakorlatilag szemletében nem változott az elmúlt 20 évben. És rengeteg csodálatos feladatot hajtottak végre, viszont azt gondolom, hogy az etika és a morál szintjén én nem gondolom, hogy tudnék azonosulni azokkal az elvekkel, amit most ott még mindig képviselnek. Akkor maradsz továbbra is egy civil ember. Én köszönöm szépen, most jó vagyok. És a legfeljebb néha a lelátóról nézed. Viszont onnan mindenképpen. Onnan számíthatnak rám, szurkolóként. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Megtisztelő volt, én köszönöm. További sportosat.